Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Családőrző című műsorunkat látják. Helyszínünk Székesfehérvár belvárosa, a fekvő katonasöröző és kávézó. Vendégeink és szakértőink a megszokottak, hagy mutassam be őket. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kelek Világház Alapítvány szakmai vezetőjét, rekreológust, és sorolhatnám még a rengeteg diplomáját, amit begyűjtött ezen a területen. Üdvözöllek, Csilla, és sok szeretettel köszöntelek benneteket is. Most is itt van velünk Pap Csilla, akit szintén szeretettel köszöntök, róla tudni kell, hogy mediátor és személytervezési szaktanácsadó. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, be kell-e mutatni, de hát nyilván élik, és el kell mondani, de a városban már bizonyára mindenki ismeri Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénész szakembert. Köszöntelek, és köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket. Azt hiszem, hogy minden területről képviselve vagyunk ahhoz, hogy a családról beszélgessünk, hiszen itt van egy olyan szakember, aki nagyon sok gyermeket ismer, és nagyon sok gyermekkel foglalkozik, és a gyermeken keresztül a családdal. Aztán itt van egy olyan szakember, aki inkább a felnőttek problémáival foglalkozik többet, ezzel találkozik nap mint nap, és tudja a megoldást. És itt van Tornyai Gábor atya, aki nem csak mint mentálhigiénis szakember, hanem mint plébános is sokat találkozik, és hát tulajdonképpen sokat is teszel azért, hogy a család működjön, és hogy a családok együtt maradhassanak, hiszen ez az egyháznak is az egyik fő alapelve. Amikor a családról beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy az egyház legkisebb építő eleme, mert hogy azért, amikor a család közösségről gondolkodunk és beszélünk, akkor egy olyan közösségről gondolkodunk, beszélünk, akik egy szeretett egységben vannak, és ha magáról az egyházról beszélünk, akkor a szeretett közösségéről beszélünk, hogy ilyen teológiai magasságokba fussak, és nyilván ilyen szempontból érzem helyemet, szerepemet mondjuk ebben a közegben, ahol most itt beszélgetünk, hogy egy ilyen alapelemet, építő elemet segíteni, támogatni, ez mindenképp fontos. Mi is megpróbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, amikkel tudunk segíteni a családoknak. Mondjuk leginkább, amikor én találkozom, hogy beleláthatok családok életébe, az egyik, amikor krízis helyzetben megkeresnek családtagok, és valamelyik fél is segítséget kér tőlem, a másik pedig, amikor mondjuk meghívnak otthonokba, és mondjuk egy picit belengednek, belelátnak a kérdésekbe, együtt gondolkodásainkba, és akkor így tudom segíteni, támogatni őket. Most már 9. részénél jár ez a sorozat a Fehérvár Televízióban, tehát 9 hete beszélgetünk, és kíváncsi lennék a tapasztalatotokra. Segítek, mondom, hogy az én tapasztalatom az, hogy én változom egy kicsit ennek a műsornak a hatására. Én látom egy picit máshogy a családom. Ti milyen tapasztalatokkal bírtok? A műsor kapcsán, vagy úgy egyébként? A műsor kapcsán, természetesen. Hát a műsor kapcsán ez egy izgalmas kérdés, mert ugye amikor valaki a médiában szerepel, akkor folyamatosan megfogják jegyezni a környezetében élők, hogy láttalak a tévébe, hallottalak a rádióba, és akkor ennek okán általában elmondják az ő megélésüket, és mindjárt fölteszik a saját személyes kérdésüket. Tehát, hogy az én tapasztalatom az, hogy egy picit több lett a munkám. Ez benne van a pakliban. Csilla, te, igen, aki anyuka is vagy. Igen, az én tapasztalatom az egyébként, én egy kicsit féltem is ettől, hogy kiülni így kamerák elé, mert ugye eddig rádióban voltam, ott nem volt arca hanghoz, de volt olyan, hogy egy áruházban vásároltam, és beszéltem a páromhoz, és megfordultak a sorba, hogy megismerem a hangját, maga a Pap Csilla, de örülök, tehát volt azért ilyen is, de most már ugye arc is van a hanghoz, a mondatokhoz, azokhoz a gondolatokhoz, amiket szeretnék átadni. Engem is többen keresnek, nagyon sokan gratuláltak, és elismerő szavakat kaptunk mindannyian, tehát nem csak én, hanem maga a műsor, és amit többen mondtak, az például az, hogy nagyon kellett már egy ilyen műsor, ahol tényleg autentikus szakemberek összefogják, és hogy közösen gondolkozunk és beszélgetünk erről. Tehát, hogy ez egy ilyen hiányterületként volt megélve mások által. Én nagyon köszönöm, hogy ezt megosztottátok velem, de elsősorban inkább arra gondoltam volna, hogy egy-egy műsor után, egy-egy téma után azért gondolkoztok-e még, tovább viszitek-e a témát, tovább rágjátok-e a témát? Van ilyen, igen, hogy tovább viszem és elgondolkozom azon, hogy mi hangzott el, miről is beszéltünk pontosan, és hogy mi kellene még, mi az, ami esetleg hiányzott, vagy miben lehetnénk még jobbak. Ugyan állandóan a munkám miatt állandóan analizálok és elemzek, ezt ugye nem tudom kihagyni, úgyhogy nálam így csapódik le. Mondhatom azt, hogy férfi agyammal is, meg a mentálhigiénis agyammal én úgy vagyok, hogy itt vagyok a műsorban teljes egészében.
Vége van a műsornak, becsukom a dobozt, félreteszem, és akkor majd a következő műsornak újra kinyitom a dobozt, meg ugye a mentál igenés atyal is azt mondom, hogy most jelen vagyok teljesen, aztán innen kilépek, és aztán jön a következő feladat, amiben be kell lépnem. Én nem szoktam így tovább rágni magamban ezeket a témákat, inkább magát azt élvezem, hogy együtt vagyunk különböző területekről, de az az élményem, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk, vagy hasonlóképpen látjuk a válaszokat, vagy éppen a kérdéseket, a problémákat, vagy éppen azok a dolgokat, amik előre visznek bennünket. Én azt mondom, hogy most se feledkezzünk meg a nézőkről, hiszen ők az elsők, és a családról, hiszen ez a feladatunk. Egy olyan szituációról, egy olyan helyzetről fogunk beszélni, amit én régen nem is hallottam ilyet, és szerencsére nehezen tudom elképzelni, hogy ez létezik, de létezik. Tudjuk, hogy létezik, és tudjuk, hogy valós probléma. Ez pedig a szülés utáni depresszió, ami van, hogy úgy jelenik meg, hogy az édesanyja a saját gyermekét, amit tényleg nem értek, de nem fogadja el. Most komolyan nem fogadja el? Nem csak őt nem fogadja el, önmagát se fogadja el. Igen, ez egy nagyon-nagyon valós probléma, és egy nagyon-nagyon komoly felkészülést igénylő szakembereknek a segítségét kéri. A család feladata és szerepe ebben a helyzetben az, hogy vegyék észre, hogy az anya bajban van. Mégpedig nagyon nagy bajban van. Ha nem is érted, akkor képzeld el most azt a szituációt, hogy itt van egy kicsi lélek, aki rád van bízva, és az eszeddel pontosan tudod, hogy neked az lenne a dolgod, hogy. De képtelen vagy rá. Na most ez már önmagában egy óriási frusztráció, és egyébként meg még el kellene viselni a saját őrületeimet, ami a fejemben folyamatosan történik. Tehát az egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Itt a nagy veszélyét én abban látom, amikor már nagyon súlyos a helyzet, akkor az kiderül, ott már előbb-utóbb orvosi segítségre van szükség. De amíg ez nem derül ki, anya erőlködik, mert meg akar felelni az önmagában kialakított szülő-anyai attitűd képének, és amíg erre ő képtelen, de a vergődései vannak, és a kisebb-nagyobb amplitudóval megnyilvánuló érzelmi hullámzások megjelennek, ott kell észrevenni a családban valakinek, vagy a család körül valamelyik segítőnek, hogy kérjünk már külső segítséget, mert ez családon belül nem megoldható. Remélem, hogy jól mondom, és te, Peti, azért szintén otthon vagytok, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez valamiféleképpen egy természetes dolog, hiszen azért mégiscsak egy hormonális elváltozás volt az anyukában a baba miatt. A depresszió nem. De a változás, igen. Azt akartam mondani, igen, hogy azért itt ugye, a szervezete áll helyre, és nyilván ez a szervezetének is egyfajta sok, meg maga ugye egy krízisen ment keresztül a szülésben, és mint minden krízis helyzet felforgatja az ember életét is, ráadásul itt azt hiszem, hogy egy dupla krízis van egy anyánál. Tehát ugye, és így akartam mondani, hogy egyrészt van egy szervezeti sok, amit valahogy vissza kell állni normál működése, mert amíg a baba benne volt az anyuka pocakjában, azért a szervezete másképpen működött, mint amikor kikerült belőle a baba, és újra vissza kell állni abba a idézős hétköznapi állapotba. Gábor, sajnos ez azért nem jó, mert hogy az anya szervezetében történő változások, azok már soha nem lesznek visszafordíthatóak. Tehát egy olyan állapotot kell neki optimalizálni, amilyen korábban soha nem volt az ő életében. Aha. Ez azért nagyon nehéz. Tudatos, a tudati szintről beszélsz. Ott is. Igen. Én is erre gondoltam, csak azért, na jó, valószínűleg akkor én félreértettem valamit, de én gyakorlatilag arra gondoltam, hogy azért itt szervezeti szinten is megtörténik egy változás, ami egy férfi életében nem történik meg. Tehát, hogy azért fizikálisan is átváltozik az anya teste, mert már nem olyan, mint a lány korában, bár láttam, ismerek olyan anyukákat, akik szülés után gyakorlatilag ugyanúgy néznek ki, mint előtte. Nyilván azt is fel kell dolgozni, mert nem az vagyok, aki voltam, és azt gondolom, hogy ezt az új állapotot is, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálnom, hogy ott van az a gyerek, és akkor az ápolónő megfogja, pikpakra megfürdette, betakarta, kész, én meg megmerjem fogni egyáltalán ezt a valamit, ami kijött itt belőlem. És azt hiszem, hogy ez is egy olyan kérdés, egy probléma, amit föl kell dolgozni, amire nincs eszköz. Én borzaszlóbbnak érzem azt az állapotot, hogy az anya úgy érzi, hogy nem szereti a saját gyermekét. Csilla? Nem szereti saját magát.
Tehát ezzel indul, de egyébként én azt így hozzátok csatlakozva, tehát nem szülés utáni depresszió, nyilván így van elnevezve, de valójában ezt már a terhesség idején is lehet látni, sőt azt gondolom, hogy ez már megelőzi a terhességet is. Mert eleve aki traumatizált, aki szorongott típus, akit nagyon komoly stresszek értek, és nincs feldolgozva, ő hozza magával, az csak egy időzített bomba, hogy éppen mi fogja kiváltani. Nagyon súlyos önértékelési zavarok, önelfogadási problémák állnak ennek a hátterében, és már szerintem a terhesség alatt vannak ennek jelei. De nyilvánvaló, hogy nem akarjuk észrevenni, vagy nem vesszük észre, mert azt gondoljuk, hogy biztos az állapotváltozás, vagy hogy megnőtt a hasa, nem szereti a testét, nem fogadja el magát, ezek miatt van. De az ilyen típusú emberek, akiknél ez úgymond kiváltódik, és az az időzített bomba berobban, az már előre látható. Meg szerintem a másik, ami nehézség, és lehet, hogy ebben is meghazudtoltok, hogy van egy rózsaszín elvárás, hogy megszületik a baba, és akkor egy kis lágy zene szól a háttérben, és csodálatosan szép érzések töltik el az anyukát, mert hogy ő most anyává vált, és megszült ezt a gyereket. És közben ott vannak a hétköznapok, amikor nem ez van. És akkor nem felelek meg azok. Én ezt, bocsánat, azért merem ezt mondani, mert konkrétan hallottam anyukától, aki azt mondja, hogy itt van ez a gyerek, és ennek benne nincs boldogság, meg öröm, hogy itt, és nem lobogja, teszem, akkor lehet, hogy rossz anya vagyok, mert hogy én nem szeretem a gyerekemet. Ez egy nagyon fontos kérdés. És aztán persze később ahogy ez ő maga is megnyugszik, meg úgy rendeződik, meg felfogja ezt, ami körülötte van, egyszer csak elkezdi érzésből is szeretni azt a kis csöpséget, aki kint van. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert azt hiszik, különösen az első babát váró anyukák, meg a környezetükben nagyon sokan, hogy attól a pillanattól kezdve, ahogy felsírt a baba, ő teljes merszélességgel a nagy magyar anya, vagy egyáltalán a nagy anya, és az összes anyai érzés az azonnal ott fog topzódni benne egy túrót. Örül, hogy túl van az egészen. Persze vannak gyönyörű szép szülések, vannak nagyon szép esetek és nagyon szép történetek, ahol ez a szimbiózis, ez gyönyörű szépen megy tovább, és akkor ez átsegíti őket. De alapvetően a leggyakoribb helyzetben ez nem így van. Tehát igen, tudom az eszemmel, tudom azzal a belém kódolt rendszerrel, világgal, hogy nekem itt most ezt a kis síró valamit gondoznom kell, ápolnom kell, életben kell tartanom. És hogy milyen boldog vagyok ettől. Igen. De ha én bennem ez az, a verkli elindul, hogy de én miért nem vagyok most maradéktalanul boldog, hiszen van egy gyönyörű babám, hát azért, mert egy olyan krízisen megyek keresztül, amin keresztül megyek. Tehát önmagában az, hogy megtanuljam a babámat, tehát az a gyermekágyi 6-7, az pont erre kell. Ott történnek meg ezek a változások minden szinten. Tehát a születés az a gyerek életében sem az a pillanat, amikor felsírt, hanem a szülés folyamata is egy folyamat, az adaptációs út. Idő is egy folyamat. Itt maga az út lesz az, ami ahogy ezt mondod, Csilla, hogy igen, amin anyává válok, kezdetben idegesít, dühít, hát sír, hát frusztrált leszek, hát belövelt a mellem, hát fáj, hát feszül, hát most mit csináljak, most fölvegyem, most ne vegyem, most adjak neki, most ki köpte, ki hányta újra, most a hasa fáj, most fáj neki, most beteg, most én nem tudok jól bánni vele, most miért nem tudom egyáltalán megszoptatni, már egy órája itt killódunk, már, érted? Tehát óriási drámák zajlanak, amíg összecsiszolódunk, amíg az a 6-7 arról szól, hogy nagyjából eligazodok azon, hogy ez a gyerek az enyém, meg hozzám tartozik, meg már ismerem a szagát, meg már ismerem a hangját, meg már ismerem a jelzéseit. Ez egy nagyon-nagyon szép épülése a kapcsolatuknak. Tehát az idillikus és idealizált állapot elvárni, hogy én azonnal anya lettem, és imádom a gyerekemet. Persze, az eszemmel. Egyébként a legélesebb variációt hoztam én fel, hogy nem tudja látszólag elfogadni a saját gyerekét, de van, hogy a szülés utáni depresszió az máshogy jön ki, tehát a gyereket ellátja, a gyereket szereti, de mégis folyamatosan sír, tehát ez is erre utal, de itt már az a kérdés, hogy ezt ugye nem egyedül kell neki csinálni, hiszen van apa, van család, és hogy álljon ehhez hozzá az apa? Hogy álljon ehhez hozzá a család? Szerintem nagyjából úgy tud ehhez az apa hozzá, megint kívülről mondom, és lehet, hogy megint meghazudtak. Ez így jó, hát ez így jó.
de pont az a tehetetlenséggel tud az apa ehhez hozzáállni, ahogy el tudom képzelni azt, hogy mikor ott van a szüléskor, hogy ott van a felesége, akit ő szeret, és szenved, és valahogy segíteni, és maximum azt tudja csinálni, hogy ott áll mellette, ha éppen nem ő álljul el, mert ilyen is hallottam, hogy a szülőanyuka éppen azon aggódott, hogy a férje lecsúszott a fal mellett a csempén, és elálljult. Tehát ő mégiscsak ott van az a fajta tehetetlenség. Itt maximum azt tudja tenni az én vízióm szerint, hogy megpróbál minél stabilabban ott állni a felesége mellett. Megoldani nem tudja ezt a problémát, de legalább egy biztonságot tud adni abban az állapotban, hogy itt vagyok melletted akkor is, hogyha te most éppen küszködsz, hogyha te most éppen kapaszkodót keresel, akkor legalább biztonságot adok számodra. Ne elítélje az anyát ezért. A legrosszabb egyébként a hibáztatás ilyen esetben. Tehát, hogyha az anyát elkezdik hibáztatni. Az egy zsákutca, tehát az sehová nem vezet. Tehát itt a segítségnyújtás, de nyilván nem úgy nyújtunk segítséget, hogy látom, hogy depressziós vagy, mert ezt nem mondjuk. És kérdezzük, hogy mi bajod mert van nem már. Kell, nem kell kimondani, hiszen mindenki tudja, hogy ez az anyuka nincs jól, vagy nincs rendben, mondjuk így, hanem azzal tud segíteni, hogy mivel tudok segíteni. Tehát, hogy levenni akár gondot a válláról, vagy akár együtt elmenni egy szakemberhez. Mert azért ez az anyuka valamiért abba az állapotba került. És hogyha egy nő rendben lévőnek érzi a kapcsolatát, érzelmi biztonságban van, minden oké körülöttük rend van, akkor azért nagyon ritkán szokott szülés utáni depresszió előfordulni. Tehát ott mindig megint valami van mélyen, valami gyökeredzik. Tudom, hogy ez sok, de ezeket ki kell ásni, tehát le kell menni egészen a mélyre a dolgoknak, hogy miért van ez, hogy honnan ered ez a probléma, mert az ott van benne, az is lehet, hogy már gyerekkorban érte egy olyan trauma, ami nem lett feldolgozva, és ez a krízis, ez a nagy stressz, ami a szüléssel jár, és a terhességgel, és egyáltalán a páromnak fogok tetszeni, mi történt a testemmel, hogy nézek ki például, mert hogy ezt is hallom nagyon sok nőtől, hogy majd visszanyerem régi önmagam, és nehogy elforduljon tőlem. Tehát, hogy annyira sok belső monológ megy, amit egyedül nagyon nehéz lekezelni. Biztos, hogy ez mindenképpen nagy teher, de talán ez az eset, amikor, hogyha a társ, az apuka nem elég, akkor azért itt az édesanyára, a nagymamára is szükség lehet, hiszen ilyenkor egy édesanya sokat tud segíteni, ugyanúgy ott tud lenni. Hát, ha jó volt az anya-gyerek kapcsolat, és ezt feltételezzük, mert ha nem, akkor nagyon sokat tud ártani. Tehát itt megint ugyanerről szól a történet, hogy én nekem milyen volt az anyámmal a kapcsolatom. Ez meg fogja határozni, hogy önmagammal milyen lesz a kapcsolatom, milyen volt az apámmal a kapcsolatom, ez meg fogja, ugye anyaseb, apaseb, ismeritek. Igen, ezt most, ezt nem gyökér. Fejtjük ki. De hogyha nem jó a kapcsolatom, ha én gyerekként nem biztonságban nőttem fel, szeretve és szeretetnek tudva magamat, és abban a szeretet elváró légkörben, ahol nekem a kereteket, a stabilitást megadták, akkor én nem fogok tudni úgy felnőtté válni, hogy én önmagamban biztos legyek. Akkor folyamatosan kételkedni fogok. És a depresszió hátterében mindig a félelmek és a kételyek állnak. Igen. Hogy aztán ez honnan és miből fakad, az persze szakember kérdések, előbányászni, hogy most kell ilyen terápia, olyan terápia, gyógyszeres, micsoda, ez egy másik kérdés. Az első dolog az, amit te is mondtál, Csilla, hogy igen, vegyük észre, hogy az anya bajban van. És aki bajban van, abban nem belerúgunk, hanem segítünk rajta, és megkérdezzük, hogy miben tudok neked segíteni. Tehát ilyenkor fordul az elő, ez a segíts, ne segíts, és ezt körülbelül 2 másodpercenként tudjuk változtatni. A kérdés, hogy az apa ezt meddig bírja. Hát igen, igen. Mert hogy ugye ez a legrosszabb egy ilyen krízis helyzetben. Igen, abban esetében még nem hallom ilyen szülés utáni depresszió. Nem, csak amikor azt mondja, hogy oda megy hozzá, hogy oké, mibe segítsek. Igen. Ne segíts semmiben, de akkor hogyan segíts? De akkor segíts, de akkor miért nem segítesz? És akkor... De egyébként meg lehet, nem lehet rá számítani. Nem jól segítesz, nem érzed, nem tudod, hogy mi kell nekem. Azt gondolom, hogy ez a klasszikus krízis helyzet, hogy hogyan tudjuk egymást kísérni, és most éppen ez egy krízis, de majd lesz egy olyan krízis akkor, amikor a kamasz lesz a gyerek, meg amikor majd nem tudom mi lesz, hogyan lesz. Tehát, hogy ha depresszióról beszélünk, nyilván akkor ahhoz szükség van klinikai segítségre, amikor olyan mélységekbe kerül. Csak... Igen, ez a következő kérdés, hogy ugye mondtuk, hogy többféle lehetőség van, hogy a gyermekét ellátja, de folyamatosan sír van, hogy a gyermekhez sem közeledik. Tehát mikor forduljon szakemberhez a pár? Tehát súlyos helyzetben.
amikor már súlyos, és tulajdonképpen... Akkor életvezetési nehézségek adódnak. Tehát amikor vagy a gyereket nem tudják ellátni, bocsáss meg, vagy a gyereket nem tudja, vagy önmagát nem tudja, vagy egyáltalán már nem tudja a saját életét kezében tartani, vagy a férj látja azt, hogy itt már olyan túlkapások vannak, amivel nem tudunk mit kezdeni. Nyújthat-e ilyenkor igen. segítséget a hit? A hit mindig nyújthat segítséget. az a nehézség ilyenkor, én azt gondolom, komolyra fordítva a szót, hogy mivel depresszióról beszélünk, ezért sokszor maga a hit vagy az Isten kapcsolat is elsötétül. Tehát, hogy itt uh-huh. egy ilyen sötét állapot azért nehéz, mert hogy itt abszolút emberi szinten bezáródós állapot. Nyilván, aki valamiféle hittel rendelkezik, az próbál valamiféle kapaszkodót keresni, de egy sötét állapotban, egy krízis állapotban, egy depressziós állapotban sokkal nehezebb meglátni azt, ami egyébként máskor világos és fényes. Tehát én azt gondolom, hogy egy hívő pár, vagy egy hívő ember, akinek megvan a stabilitása, sokkal inkább ilyen formában tud segítséget nyújtani, hogy ebből kivezesse. Azt gondolom, hogy sokkal inkább itt most ez az emberi kapcsolódás az, ami egy kézzelfogható emberi kapcsolódás az, ami tud segítséget nyújtani, amin keresztül mondjuk az Istennel való kapcsolatát is meg tudja élni. De hogy közvetlenül ilyenkor egy ilyen sötét állapotban a hitet látni nagyon nehéz tud lenni, azt gondolom. Igen, ugyanis a depresszió az egy olyan helyzet, amikor nagyon beszűkült tudatú állapotban van a depressziós személy. Tehát csak a problémát látja maga előtt a fókuszban, és a probléma minden mást kitakar az egész világon. Igen, egy csőlátás, nincs más, egy probléma csőlátás alakul. Na most ide behozni a Jóisten fényét, hát az bizony szép feladat tud lenni. A kéz tud lenni az Isten fény. Igen. Tehát ugye az, aki ott van veled, aki szeret téged, akkor is, amikor bármiféle butaságot, őrültséget mondasz, te akkor is szereted, vagy akkor is értékes, vagy akkor is fontos vagy. Tehát én azt gondolom, hogy annak a félnek kell megerősödnie, vagy hitben élnie, aki segíteni akar, és nyújtja a kezét. És ilyen formában lehet ő az Isten keze. És akkor azt mondom, hogy a hit oldaláról közelítem meg, akkor így körül viszi a hitet, az erőt, a biztonságot. A neve ugye szülés utáni depresszió, és a tapasztalatok szerint nagy-nagy százalékban ez egy idő után el is múlik. Szerencsés esetben, de nem mindig. Én tudok olyan családról, ahol 7 év után sem tudták megoldani ezt a kérdést, mert hogy anyának voltak egészségügyi ismeretei, és nem volt hajlandó elfogadni ezt a diagnózist. Tehát kínlódott, küzdött és mindenfélét megpróbált. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet, ugyanis megint felnőtt emberről beszélünk, akinek megvan a saját én tudata, öntudata és a saját felelőssége és a joga egy csomó helyzetben. Tehát mindaddig, amíg életellenes dolgok nem történnek, addig, ha ő nem akar gyógykezelést igénybe venni, nem kényszeríthető rá. És teljesen mindegy, hogy mi történik egyébként a családban. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és pont ezért, ugye ez is egy skála, hogy kinél milyen erős ez a történet, hogy időbe vegyük észre, és időbe, mert hogy ez romlik ez az állapot, egyre nehezebben kezelhető ez az állapot, nem biztos, hogy meg kell várni a gödör alját. Gyerek lelkén nyomot hagyhat ez a helyzet? Maradéktalanul. Abszolút és örökre, igen. Már... Most a depressziós anyukáknak sokat segítettek. Hát, bocsánat, de... tenni kell, tehát ugye nem... Gyakorlatilag nekünk az a cél, hogy a felnövekvő nemzedéknek adjunk egy esélyt. Tehát, hogyha az anyának neki az a problémája, hogy én nem vagyok elég jó anya, és azt mondom el neki, hogy akkor vagy jó anya, ha te a helyzet magaslatára kerülsz, ha egészséges vagy harmonikus vagy kiegyensúlyozott, és ha kell segítséget kérsz, ha neki ez lesz az a pont, amiért azt mondja, hogy jó, akkor valaki segítsen, hogy a gyerekem ne sérüljön, akkor pont ezzel tudtunk neki van segíteni. Van ez a fejlődés értani kifejezés, a good enough mother. Igen. És ezzel szoktam nyugtatni általában az anyukákat, amikor jönnek, hogy hát, hogy milyen anyuka vagyok, hogy nincs tökéletes anyuka, csak a lehető legjobb. Igen. És azt hiszem, hogy egy ilyen helyzetben talán lehet, hogy ez is, hogy oké, le biztos, hogy hibázni fogsz, és ez semmi baj nincs vele. A gyerek majd azért fog dolgozni magán is, hogy ő egészségesen nőjön föl, csak azt hiszem, hogy tényleg ez a legfontosabb, hogy az anyuka énképe erősödjön, vagy az önképe, vagy önmagáról alkotott képe, hogy önmagát el tudja fogadni, nem is biztos, hogy erősödjön, hogy el tudja magát fogadni nem tökéletes anyukának. Azért fontos erről beszélni, mert szerintem egy kicsit olyan, mint az alkoholizmus, hogy
az alkoholista magáról azt mondja, hogy miért nem vagyok én alkoholista, csak megiszom egy-egy italt közben, mint ahogy az édesanyja, ha nem látja be, és nem ismeri fel magában, hogy ő szülés utáni depresszióval küzd, akkor nem kér segítséget, akkor soha nem mászik ki belőle. És ha ilyenről beszélünk, az meg a másik, hogy értessük meg vele, hogy nem egyedi. Tehát ez a dolog létezik, és kezelhető. És ugye azt még, hogy nem a hárítási mechanizmusok működnek, hogy elutasítom, hogy beteg vagyok, vagy ellenállok ennek, hanem azt mondom, hogy igen, elfogadom a segítséget, mert hogy segítséget elfogadni nem gyengeség. Nagyobb gyengeség benne maradni és nem tenni. Komoly témára jutottunk ebben a műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Vendégeink voltak tehát a Fekvőkatona Söröző és Kávézóban a mai napon is Fekete Cseri Zsuzsanna, Papp Csilla és Tornyai Gábor. Kedves nézőink, ezzel a műsorral egy hét múlva újra jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!